Bemutatta Árnyék kormánya tagjait Dobrev Klára, a DK árnyékminiszterelnöke. A listán összesen 18 név szerepel, az Árnyék kancellára a miniszter Molnár Csaba, a kormányprogramért felelős árnyékminiszter pedig Arató Gergely. Gyurcsány Ferenc felesége azt mondta, az Árnyék kormány ügyében nem folytattak előzetes pártközi koalíciós tárgyalásokat, mert ennek sem lehetőségét, sem okát nem látták, Barna. Köszönöm szépen, Nagy Ervin a vendégem, a 21. század intézet elemzője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ezzel kezdeném, amit Kontra György kollégám a felvezetésben elmondott, hogy nem kellett itt koalíciós tárgyalásokat. Én leszek és kész, nem? Egyértelmű az üzenet. Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy nem vár a többiekre. Ezt talán a közösségi oldalán meg is fogalmazta virágnyelven, de szerintem érthetően, hogy annak ellenére, hogy töredezett a baloldal, és annak ellenére, hogy sokan azt várnák, hogy összefogjanak, ő nem ezt az utat választja, megpróbálja leuralni a baloldalt, megpróbál domináns lenni, többieket letolni a pályáról, valóban, mint ahogy kiderült, nem egyeztettek erről, meg is lepték, jól láthatóan az egykori szövetségeseit ezzel a bejelentéssel, és szerintem az is üzenetértékű, amiről Dobrev Klára beszélt, hogy nem szakértői kormányba gondolkodik, tehát már régen nem az a céljuk, hogy valamifajta kompromisszumra kerüljenek a többiekkel, hanem feketehőves politikusokról van szó, olyan politikusokról, akik a Gyurcsán kormányban államtitkárok voltak, vagy miniszterek voltak, olyanokról, akik a demokratikus koalícióban politizálnak, tehát szerintem ez egy egyértelmű üzenet a baloldal többi pártja számára ha közösen nem megy, akkor egyedül leuraljuk az egész ellenzéki oldalt. Magyarországon az árnyék kormánynak nem nagyon van hagyomány. A tanácsköztársaság idején az ott volt, meg, meg, rossz emlékű rendszerekben is volt. A briteknél van ennek hagyománya, ahol gyakorlatilag még tiszteredi is jár ezért, amennyire én tudom. De azt mondják, hogy ott a kormányzati szerkezetet tükörkében mutatják. Én végignéztem a árnyék miniszterek listáját, hát itt gyakorlatilag klímaügyi, rezsiügyi, gyakorlatilag nyugdíjügyi miniszter, ilyenek nincsenek is most Magyarországon. Igen, tehát ez egy alternatív megoldás. Egyébként, ami Nagy-Britániában van, azt szokták ilyen Westminsteri Igen. demokráciának is nevezni, mert több helyütt megfigyeltő. Ez a példa ismert, szerintem a nézők számára is ez lehet érdekes. Ott való igaz az, hogy teljesen azt a struktúrát másolják le, ami a kormányzati struktúra. Egyébként jár érte javadalmazás is, és az alsóházban a mindenkori ellenzéki, a legnagyobb ellenzéki erőnek a vezére, ő az, aki az árnyék kormányt összeállítja, és neki nem csak lehetősége, hanem feladata is ez. Tehát ott beszéltünk arról, hogy egyfajta közhatalmi, közjogi funkciója is van. Magyarországon erről nem beszélhetünk. Aki átmer már az angol parlament épületében egy ülés során, vagy tévében látta, látta, hogy felállnak az emberek mindig így, hogy ő a szakasz. A sz árnyék miniszternek célozza a kérdést, az árnyék miniszter meg a hivatalban lévő gyakorlatilag partnere, idézője annak vált. Tehát ezek felkészült politikusokról van szó. Igen, és megvan az alternatíva is. Tehát igazából, amikor a, azt a ö, rendszert tanulmányozzuk, és megnézzük a gyakorlati működését, akkor valóban van egy olyan hagyomány, ami újra és újra látszódik, hogy bárki is van hatalmon, az ányék kormány az ugyanazt a struktúrát másolja, és ugyanazokra a problémákra ad javaslatokat. Itt most ezt nem látjuk. Magyarországon közjogilag ilyen nem létezik, tehát nincs ilyen, hogy ányék kormány, tehát még bárki is félreérthetné ezt az egész történetet, ez egy kampányfogás. Egyébként volt már rá próbálkozás, Nem csak a tanácsköztársaságra gondolok, hanem bizonyos kampányhelyzetekben legutóbb 2018-ban karácsony Gergely használta ezt a fogalmat, bemutatott egy tucatnyi embert, akik az ő szakpolitikai tanácsadóik voltak, és azt mondta, hogy ők lesznek majd esetleg a kormányának a tagjai, amennyiben nyernek. Tényleg, de, de ez egy kampányidőszak uh -huh. volt. Ilyen valóban nem volt, hogy ciklus közepén vagy ciklus elején most elején tartunk. Valaki felállított volna egy ilyet, és igen, a válasz az, hogy ez nem tükrözi. Vissza azt, amit a kormányzati struktúra mutat. De ami szerintem ennél nagyobb probléma, hogy mondani való nincs. Tehát egyelőre nem látjuk azt, hogy egy oktatási kormány miniszterének mi lenne a feladata. Egy dolgot hallhattunk, két bejelentés, illetve most már három bejelentés volt, hogyha a Molnár Csaba féle megszólalást is ide uh -huh. Azt hallottuk, hogy mindenről Orbán Viktor tehet, tehát a mondani való továbbra is ennyi. <laughs> Azt És mondta, hogy, az az, hogy ezért az inflációért is, meg az energiára kell is. A Igen, ez egy dekonstruktív álláspont, ezt úgy szoktuk nevezni, egy romboló álláspont. Nevezhetjük úgy is, hogy partalan Orbánozás, azért, mert 2022-es választásokon is ez volt az, ami igazából nem volt kifizetődő. Nem üthet ez vissza, ez az árnyék kormány, mert ugye idézve önt, hogy nincs mondani való, mert ugye vagy azt is olvastam az interneten, hogy, hogy emberek beszélgetnek róla, hogy a áprilisi hatalmas buktát akarják ezzel elfedni, mutatni, hogy itt egy kormány képes erő, igaz 5-6 százalék, vagy az időközi választásokat, az elmúlt 7 8 is mindet az ellenzék elbukta, független jelölt, de semmiképpen nem az ellenzéki jelölt nyert, hogy akkor az árnyék kormány árnyék minisztereinek majd tesznek fel kérdéseket, és ha nem tudnak rá válaszokat adni, az nagy felsülés lehet. Ez feltételes módon értem. Persze van benne kockázat, és nyilvánvalóan, mivel olyan politikusokat választottak, akik azért Gyurcsány hűek, mondhatni így is, tehát azért megszámoltam öt olyan álnyék miniszter van, akik már a gyurcsány kormányokban államtitkárként dolgoztak. Uh -huh. Azon kívül van egy miniszter is, Molnár Csaba személyében aki szintén a Gyurcsán kormányban miniszter volt, de a többiek is, a fiatalabb generációt nézzük, akár Rónai Sándort vagy Balkóci Balást, ők is Gyurcsány Ferenc miatt kezdtek el politizálni, tehát ez volt az első pártjuk, és szerintem még érdemes megemlíteni Kálmán Olgát, aki Gyurcsány Ferenc miatt hagyta el a médiapályáját, illetve Szaniszló Sándor személyét, aki MSZP-sként nyerte meg 2019-ben a választásokat, és lett polgármester Pesterzsébeten, majd átlépett a demokratikus koalícióban néhány hónap múlva. Azt mondta, hogy ő a saját politikai pályáját, illetve a politikai érdekérvényesítést sokkal a megnyugtatóbbnak látja a demokratikus koalíción belül, mint az MSZP. Ezt mondta 2020-ban, szerintem most világos, hogy miről beszélt. Gyanítom, sokan gondolnak arra, hogy valójában egy Gyurcsány Ferenc lehet a háttérben, csak előre a feleségét, hozzá. hogy miniszterelnök, árnyék miniszterelnök legyen, de az emberek nem riadnak ettől, hogy visszatérhet a Gyurcsányféle féle kormányzási taktika, technika? Igazából itt két dolog ami fontos az, hogy egyrésztről látjuk a 2010 előtti politikusokat, azt a politikai elitet, ami egyébként, aki már azért felszíre jött, mert a városházat nézzük a fővárosban, azért több volt államtitkár vagy miniszter már ott pozíciókat szerzett, tehát azért van egy előzmény ennek a visszatérésnek. Másrésztről azért ez csak egy második generációs gyurcsánkör, mert nem a gyurcsán kormány minisztereiről van szó, hanem az államtitkárairól, tehát ez egyfajta védekezési mechanizmus, vagy védekezési taktika lehet erre a vádra, de való igaz az, hogyha a választópolgárok megnézik ezt a névsort, akkor egyértelműen az jön ki ebből, hogy Gyurcsány Ferenc is köre akar vissza, visszatérni a hatalomba. De emellett egy másik dologról is érdemes beszélni, mert a választópolgárokat nem biztos, hogy a 2010 előtti időszak izgatja, hanem a jövő. És hogyha azt nézzük, hogy milyen politikusi gárda jött össze az árnyék kormányba, akkor elmondhatjuk azt is, hogy igazából a partalan Orbánozáson kívül csak három dolgot hallhattunk tőlük. Az egyik az, hogy a szankciópolitikát támogatnák, a másik az, hogy a bevándorlást segítenék, a harmadik pedig, és ez is fontos lehet, az, hogy például a gyermekvédelmi törvényel kapcsolatosan más állásponton vannak. Egy 5-6 százalékos pártnak nem, hogy is merészség vagy bátorság árnyék alakítani. Most eszembe jutott a tanú című filmbe Básti Elftárs, hogy szerénység, szerénység. Ha én szeretek magamba valamit, az a szerénység. Igazából, ha megnézzük az ellenzéki oldalt, és megnézzük a töredezettségét, megnézzük azt, hogy milyen állapotban vannak, azért volt itt erről szó, hogy sorra vesztik el az időközi helyhatósági választásokat az ország minden területén. Budapesten 12-ből kettőt nyert meg az ellenzék, és tizet a fidesz kdnp pártszövetség. Tehát ez olyan jelzésértékű, ami azt mutatja, hogy elfordultak a választópolgárok a baloldaltól. Ez hát egyébként a... egy eszköz lenne arra, hogy valahogyan visszacsábítsák őket. Megszólalt Markizai Péter is. A mai napon bemut azt mondta, a Dobrev árnyék sok mindenre választ kaptunk. Az árnyék kormány népsora mellőzte a civileket és a Mondta ezt a volt közös miniszterelnök elő. Igen, tehát ezzel ők azért konfliktust robbantanak ki a baloldalon, tehát ez már érezhető különböző megszólalásokból is nem egyeztettek velük, másrészt ő szerintem egyértelmű az üzenet, ők már nem akarnak összefogni. Tehát az, amiről itt néhány hónappal ezelőtt szó volt, hogy az összefogást újra akarják indítani, az szerintem most lekerült a, a napi rendről. Gyurcsány Ferenc már nem akarja integrálni a baloldalt, hanem le akarja uralni a baloldalt, és ez nagy különbség. Nagyon szépen köszönöm. que são aqui embaixo.